November utolsó pénteki napján hivatalosan is átadták a Komárom Esztergom megyéért kitüntetést és szakmai elismerést. A díjátadónak már nagymúltú hagyománya van Tatabányán, a pandémia miatt most elsősorban az egészségügyben és a civil szférában dolgozókat emelték ki. Mindannyiunk élete úgy telik el, hogy szolgáltatásokat veszünk igénybe és szolgáltatásokat adunk. Erre igyekszünk legjobb tudásunk szerint fölkészülni. Mindannyiunknak vannak adott képességei, amelyeket készségszintre emelünk, megtanuljuk azt, hogy az adott szolgáltatásban mit kell teljesítenünk ahhoz, hogy a másik, az embertársunk jól érezze benne magát, vagy elégedett legyen azzal a teljesítménnyel, amit tudunk nyújtani. De vannak olyan élethelyzetek is, ahol a tehetségnek, a fölkészültségnek, a tudásnak a megléte az még nem elegendő. Többre van szükség, főleg azokon a területeken, ahol kiszolgáltatott, elesett helyzetben lévőknek a megsegítéséről kell gondoskodni. Elsősorban az egészségügyben, a szociális ellátásban találkozunk ilyen helyzetekkel. Oda hivatástudatra is szükség van, emberbaráti szeretetre, jó indulatra, segítőkészségre, hogyha mindezek kiegészítik azt az adott tudást, amely a professzióhoz, a szakmához szükséges, akkor lehet eredményesen ezeket a szolgálatokat elvégezni. Éppen ezért mai nappal elsősorban azoknak mondtunk köszönetet, akik ezen a területen teljesítenek szolgálatot. Én kifejezetten örülök, hogy a Tatabányai Kórházból ketten is elismerésre méltónak ítéltettek, és a kettejük közül Dombi Pétert emelném ki, akivel most már több mint 30 esztendeje dolgozunk együtt. Ő orvosigazgatóként, tudományos igazgatóként nagyon sokat tett annak érdekében, hogy eljutott oda a Szent Borbála Kórház, hogy most összességében az elmúlt évek beruházásait is figyelembe véve egy 30 milliárd forintos orvos szakmai beruházás valósul meg, amelynek következtében végre az általa is fontosnak tartott onkológiai kezelésnek a feltétele is radikálisan jó irányba fognak változni. Az oroszláni szlovák nemzetiségi önkormányzat szervezésében valósult meg a Bránicska szlovák táncegyüttes jubileumi 10 éves gálaműsora, hiszen ők is az egyik civil szervezetet képviselik az önkormányzatban. Oroszláni szlovák nemzetiségi önkormányzat 1995-ben alakult, ami azt jelenti, most már akkor 27 éve, hogy működünk. Ez alatt az idő alatt sok mindent csinált a szlovák önkormányzat itt a városban, nyilvánvaló a falusi részen leginkább, mivel hogy innét indultak valamikor az őseink, ez volt az ő hazájuk, és hát itt laknak azért a szlovák utódok legtöbb mennyire. Tulajdonképpen a szlovák nemzetiségi önkormányzatnak a őszi és téli programjai itt történnek a falusi kultúrházba, és innét is indult anno, annak idején még a régi Brána táncegyüttesnek a működése. Az eseményen az eddig eltöltött idő alatt tanult táncokból adott elő egy kis ízelítőt a tánccsoport, és meglepetésként egy hatalmas tortát is felszolgáltak. Három együttesről lesz itt szó. 72-ben alakult a nagy felnőtt csoport, ami 15 évig táncoltak, utána abba hagyták, és utána újra alakult a Brána csoport, azok is 16 évig, én is benne voltam mind a háromba, 16 évig táncoltunk, utána abba maradt, és abból lett a Bránicska. És elértük azt, hogy most 10 éves lett a csoport, és egyben egy nagyon szép képkiállítás mind a három csoportról, fellép a Bránicska csoportom, és utána a filmvetítés, az is mind a három csoportról. Hogy legyen ez megörökítve az utókornak, hogy ebben a faluban ilyen szép szokások voltak. Van egy polka, van egy kukujenka, kanásztánc, van egy énekünk, amit már 10 éve énekelünk, az Anyicska Dusicskát, a Nógrádit, az egy páros tánc, és van egy botos táncunk, amit még annyira nem tökéletes, de azért nagyon ügyeskednek a gyerekek. Reméljük, minden sikerülni fog. Céljuk a hagyományok és a szép táncok, énekek továbbadása, hiszen így a következő generáció is látja, hogy ennyi kitartással mi mindent lehet elérni. Kalotaszegi táncokkal és ádámosi dallamok éneklésével telt az első alkalommal megrendezett táncház mulatság lábatlanon a Gerendai házban.
A szervezők kezdeményezésére a helyi óvodában két hetente tartanak néptánc foglalkozásokat, ezzel is népszerűsítve a népi hagyományokat. Hosszú idő óta ez az első táncház itt Lábatlanon. Szeretnénk az igényeket felmérni, ugyanis szeretnénk elindítani egy táncház mozgalmat itt a városban, úgyhogy megkerestük az óvónőket az óvodákban, illetve felkértünk egy tánctanárt, aki a nagy csoportban elkezdi oktatni a néptáncot ettől az évtől kezdve. Elsősorban igen, most az óvodákban, a nagy csoportban kezdtük el ezt az oktatást, és reményeink szerint majd az iskolába folytatják a gyerekek, és egy jó néhány év múlva esetleg egy komoly tánccsoport létrejöhet itt Lábatlanon. A rendezvényre a Tatai Kincső Zenekar biztosította a talpalávalót, akik a Pötörke néptánc együttessel dolgoznak együtt. A zenekar évtizedek óta működik helyi vonatkozású zenészekkel, és fesztiválokon, falunapokon is szívesen megmutatják magukat. Igazándiból a népzene meg a néptáncnak a szeretete az a tánc együtteshez kapcsolódó családok, és ezzel együtt a Kincső Zenekarhoz kapcsolódó családokon belül mondhatjuk, hogy szülőkről gyerekekre adódott tovább. És a zenekarunk is most már úgy néz ki, hogy Ildikó prímásunknak a fia Marci, aki táncosként nőtt fel, de mellette zenét is tanult, most már ő a kontrásabb rácsása a Kincső Zenekarnak. Én úgy gondolom, hogy sok olyan népszerű népzenei formáció van, akik ügyesen tudják összekombinálni az autentikus népzenei elemeket, akár a könnyűzenei stílusokkal vagy hatásokkal, és ezáltal talán egyre szélesebb körbe tudják népszerűsíteni a népzenét is. Sorba jelennek meg olyan kiadványok, ahol akár autentikus népzenei, akár autentikus és világzenei felfogásba készült számok keverednek, töretlen népszerűséggel működik továbbra is. Természetesen a szervezők várják mindazon gyermekek jelentkezését, akiknek kedvük van néptáncolni. Hogyan lát a rovarszám, milyen trükkje van a zsájavirágnak, és hogy gyűjtik a virágport a méhek? Minden kérdéshez egy-egy játék kapcsolódott a Tatai Új Kajakház Ökoturisztikai Központban, ahol most rendhagyó foglalkozással készült a Természetes Életmód Alapítvány. Azokra a környezeti nevelésben használható módszerekre, kezdeményezésekre igyekeztek felhívni a figyelmet, amit akár óvodákban, iskolákban is beépíthetnek a pedagógusok a mindennapokba. Tatának ez az egy idézőjelbe tett problémája, de csak nagyon idézőjelbe tett problémája, hogy mindenki zenél, táncol, néptáncol, kézműveskedik. És a környezeti nevelés az egy kicsit úgy gondolják, hogy kicsit távol van ettől a világtól, de hála Isten lesz most egy jövőre egy olyan konferencia, abban minden óvodapedagógust elhívunk, és különböző szekciókba is. És nagyon szeretnénk, hogy több zöld óvoda és több ökoiskola legyen Tatán. A környezeti nevelés eszközeiben ma már számos jó gyakorlat létezik, ezek között még viszonylag újdonságnak számítanak a vándortanösvények. Három ilyet is tervezett dr. Vásárhelyi Tamás, a Magyar Természettudományi Múzeum nyugalmazott igazgató helyettese, Herman Otto munkássága a városi klíma és a beporzók témakörben. Előadásában ezek tapasztalatait foglalta össze. Én szerintem minden állampolgár előtt ugyanazok a lehetőségek nyitva állnak, és ezt komolyan mondom, ezt a pedagógusok ugyanúgy tudnak vele élni. Egyszerűen nyitott szemmel kell járni a világban, meglátni, hogy ott mennyi érdekes vagy szép dolog van. Azt gondolom én, és nem csak mint biológus, azt gondolom, hogy különösen jó, hogyha valaki az élő világnak, a természetnek, az érintetlen természetnek a szépségére tud rá csodálkozni. És akkor ez megvan, akkor ezt el kell mondani a többieknek, és örömöt kéne mindenkiben ébreszteni, vagy azt elérni, hogy neki öröm legyen a természettel együtt lenni, vagy azt látni, vagy azt megérteni, és akkor mindjárt jobban odafigyelnének az emberek. A vándortanösvények előnye pedig nem csak abban rejlik, hogy tetszés szerint bárhol, akár egy tanteremben is összeállíthatók, de a játékos, interaktív feladatok bármely korosztály számára szórakoztatóak lehetnek.
Egymás mellett sorakoznak a rózsafák várgesztes központjában. A település 2016-ban vezette be azt a hagyományát, amely részeként a helyi családok facsemetét ültetnek, ha egy újszülött jön világra. A koronavírus járvány jelentősen befolyásolta a közösségi rendezvényeket, azonban a rendhagyó kezdeményezés nem szakadt meg. November 28-án az elmúlt 2,5 évben született gyermekekért telepítettek rózsákat a község polgárai. A rózsafa ültetés az újszülötteknek szól, akik várgesztesen születtek. Az elmúlt években 16 rózsafát ültettünk el, és ebben az évben, az előző évben sajnos nem tudtuk ezt megtenni, és ebben az évben szintén 16 fát ültettünk el. A családok örökbe fogadják, az önkormányzat és a közalapítvány pedig biztosítja a fákat hozzá. Az első évben jellemző volt, hogy ezt egy kicsit elhanyagolták, ebben az évben pedig már nagyon örültem annak, hogy fel is tudtuk hívni a családok figyelmét. Éppen mai napon egy esős nap volt, hogy a klímaváltozás miatt már nem tavasszal tartjuk meg, hanem ezt ősszel, és ebből adódóan ők is most már fókuszba helyezik azt, hogy folyamatosan locsolják ezeket a fákat. A helyi családok körében nagy népszerűségnek örvend a kezdeményezés, sokan már nem az első rózsafát ültették el november utolsó hétvégéjén. Az újszülöttek kapnak egy rózsafát, azt ültetjük el nekik, és én másodjára ültetek, és nagyon hálás vagyok, hogy ebben részt vettek. Mert eleve a gyerekeket arra neveli, hogy valamit a születésétől fogva ők nevelgessenek, és szerintem ez egy nagyon jó irány. Itt van egy köztéri kút, és onnan szoktuk locsolni, és akkor rendszeresen hozunk magunkkal kis locsolókannát, nagy locsolókannát, és akkor meglocsolgatjuk a rózsákat. A várgesztesi önkormányzat és a közalapítvány célja, hogy a jövőben a terület egy rózsaligetté váljon, de addig is gondosan nevelgessék a családok saját kis fájukat, ezzel erősítve a településhez való kötődésüket. Hagyományos népi hangszereink, mint a citera hangja sem hiányozhatott az oroszlányi adventi népdalköri találkozóról. A Szőnyi Napraforgók zenekar Haduna népdalkört kísérte az ünnepváró és karácsonyi énekek előadásában, mindkét csoport rendszeres vendége a több évtizedes kezdeményezésnek. Mi nagyon szeretünk oroszlányba járni, az egyik ok az, hogy ha oroszlányra gondolunk, akkor leginkább az is eszünkbe jut, hogy ilyenkor kezdődik az advent, a karácsonyra való várakozás, és természetesen azért is szeretünk ide járni, mert az oroszlányi csoporttal egy nagyon bensőséges kapcsolatunk van. Az adventi népdalköri találkozó indulásának 30. évfordulóját tavaly ünnepelte volna, amit a járványügyi helyzet miatt el kellett halasztania a közösségnek. Az idei program is eredetileg további magyarországi és felvidéki együttesekkel egészült volna ki. Idén újra nekiindultunk a szervezésnek, elég sokan jelentkeztek, aztán később sajnos a járványhelyzet miatt egyre többen mondták vissza a szereplést. Eléggé elkeserítőnek hatott ez ránk, nem is volt annyira kedvünk készülni, de végül maradtak csoportok, akik azt mondták, hogy mindenféleképpen eljönnek, és azt mondtuk, hogy bármilyen kevesen leszünk és megrendezzük, nem akarjuk ezt a hagyományt elfelejteni. Így az oroszlányi bányász népdalkör bihari népdalokkal, a helyi szíjírma kamarakunrus dalcsokorral kedveskedett a közönségnek. Az idei műsor zárásaként egy fiatal hölgy trió, a Helka Banda is bemutatkozott, akik népzenei feldolgozásokkal és saját dalaikkal léptek színpadra. Ünnepi szentmisével indult advent első vasárnapja Kecskéden, a Szent Anna templomban. Minden adventi hétvégén valamelyik intézménynek vagy civil szervezetnek a képviselői készülnek majd műsorral a településen. Kecskét község önkormányzata, a Művelődési Ház és a Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében valósul meg mind a 4 adventi hétvége a településen. Ugye az adventi hétvégéket mindig az ünnepi szentmisével kezdjük, és utána a településnek a kultúrcsoportjai a mai nap a Kecskédi Dalárda fog ünnepi műsort adni. Az adventi időszak a keresztény kultúrkörben a karácsony napját megelőző 4. vasárnaptól tart egészen karácsonyig. A karácsonyi ünnepkör advent első napjával kezdődik, és egészen Vízkeresztig tart. Advent első vasárnapja egyúttal az egyházi év kezdetét is jelenti. Az advent egy megszentelt idő. Maga a bevásárló centrumok most tele vannak kalendáriumokkal, még 24 ablak van egy ilyen házon, és
minden ablak mögött valami kis bomba vagy édesség található, és mindegy, ezzel egy éjszaka meséi eleven lennének meg a hófehérke és a héttörpe, a hamupipőke, a Holle anyó, és a rajta 24. ablakonál ott van Mária József és a betlemi gyermek. De akik hívő emberek, azok egy másik adventi kalendáriumot is tudnának összeállítani, aminek bibliai hát, jelenetek adnák a részét. Tehát az első a paradicsomi történet, az Ádám Éva történet, a vízözön, a bárkával, a bábeli torony, az egyiptomi fogság, a piramisokkal József, egyiptomi József, majd Mózes, aki kivezette népét az egyiptomi szolgasságból, és majd proféták, majd keresztelő Szent János, és utána Mária József és a betlemi gyermek. És egy pontos időmeghatározás van, hogy amikor Augustus császár volt az uralkodó, és Pontius Pilátus a helytartó, a júdai Betlehemben Mária megszült a gyermekét, Jézust, Betlehemben. Tehát nem van egy teljesen történelmünk része az advent. A Tatabányai József Attila megyei és városi könyvtár szervezésében valósult meg a Szülők Iskolája program sorozat következő előadása. Az esemény témaköre az adventi időszak jegyében telt. Próbáltam ezt úgy összeállítani, ezt a mai beszélgetést, mert ez egy interaktív előadás sorozat tulajdonképpen, hogy hát a szülők igényeinek megfelelő legyen, előző alkalommal fölmerült ez a téma, és egy kicsit pszichológiai szempontból megközelíteni azt, hogy hogyan várjuk, hogyan készüljünk rá, mit vásároljunk, mit érdemes, mit jelentenek a minőségi idővel eltöltött pillanatok. Én azt szoktam gondolni, hogy az az igazi jó ajándék, független gyerektől, felnőttől beszélünk, ami igazán neki szól. Az ő kíváncsiságának megfelelő, illetve ami biztosítja egy kicsit a családi hangulatot is a játék révén. És ez lehet, hogy nem decemberben fogjuk megtalálni, hanem lehet, hogy júniusban. Ha jól figyelünk, én mindig azt gondolom, hogy rá tudunk érezni arra, hogy mivel tudunk másnak örömet okozni. A rendezvényen résztvevő szülőkkel a karácsonyi időszakban leggyakrabban felmerülő kérdésekről is beszélt az előadó. Konkrétan ez, hogy mit vegyünk a gyereknek, mit érdemes venni. Aztán fölmerül az, hogy megmondjuk-e, vagy nem mondjuk meg azt, hogy a karácsony ünnepe tulajdonképpen hogyan készül, ki vesz részt benne. Általában büntessük-e, vagy ne büntessük a gyereket az ajándékkal. Sokan ráismernek saját magukra, hogy saját bűntudatukat akarják megvásárolni azzal, hogy sok-sok ajándékot vesznek, akár a gyereknek, akár a család más tagjának. És hát ez nem mindig jól szokott elsülni. Néhány napig érdekes, de utána kezdődnek újra azok a dolgok, amik megoldatlanok esetleg egy családban. A közösségi oldalakra készült a fotó a Tulipános Ház színpadán, ahol december 1-én kommunikációs szakember, riporter és politikai elemző beszélgetett. Hármuk mindennapi munkájában egy közös pont biztosan van, influencerek, akiket rengetegen követnek az online térben. Az online tér egy teljesen más világ, ezt is újra kellett tanulnom. Sokkal rövidebb ez a műfaj, sokkal gyorsabb, sokkal hatásvadászabb eszközökkel operál, mert meg kell ragadni egy hatalmas média zajban rengeteg ember figyelmét. Hazánkban legalább 7 millió ember használja a legnépszerűbb közösségi felületet, így nem csoda, ha ma már a közéleti kérdésekben is sokan itt tájékozódnak. A hírek és álhírek között különbséget tenni a következő időszakban még fontosabb lesz. Olyan fogódzókat, olyan támaszpontokat keressünk, amelyekben megbízunk, amelyeknél tapasztaljuk azt, hogy hiteles tájékoztatást tudnak nyújtani. Nekünk is véleményvezéreknek, ellenzőknek és különféle
újságíróknak, akár értelmiségieknek az a feladatunk, az a feladatuk, hogy ezekben a kampány zajos időszakokban fogóckodót és hát iránymutatást nyújtsanak. Az ismert véleményvezérek nem csak a közösségi oldalaikon, a tatabányai előadáson is számos aktuálpolitikai témával foglalkoztak. Bohár Dániela napokban tért vissza Kenyából, ahová a 2017-ben indult Hungary Helps program részeként utazott. Nagyon sok régióban dolgoznak, Kelet-Afrika az egyik régió, Kenyában több olyan projektet is meglátogattunk, amely a Hungary Helps programnak köszönhetően jött létre, újult fel, vagy egyáltalán működik. És alapvetően azért, amikor iskoláról beszélünk itt Magyarországon, vagy Európában, vagy a világ fejlett részén, akkor az teljesen természetes, hogy mi magunk, vagy a gyermekeink, ők iskolába jártak. Hát Kenyában ez egyáltalán nem természetes dolog. A tervek szerint a tulipános esték legközelebb januárban folytatódik további tematikus közéleti előadásokkal. Második alkalommal kerül megrendezésre Tarjánban az adventi ablaknyitogató esemény. A helyiek körében nagy népszerűségnek örvend a kezdeményezés, így a kivilágításra váró ablakok gyorsan el is keltek. A tavalyi évben, amikor elkezdtük, akkor azonnal nagyon megtetszett mindenkinek. Az első napokban egy picikét nehezebben indult, aztán egyre inkább többen mentek, divat lett a dolog, hogy járjuk az utat és keressük az ablakot, és az idei évben néhány perc alatt elkeltek az ablakok, amikor meghirdettük, hogy újra lehet jelentkezni. Néhány órán belül már nem volt ablak, idén nekünk sem jutott. Nagyon fontos volt, hogy a kezdeményezéssel egy kicsit jobb kedve derítsék a helyieket, és a cséta alkalmával összetudják hozni az érdeklődőket. Idén második év másodjára rendezzük meg, tavaly kezdeményeztük ezt az ablaknyitogatóst, a Covid, amikor a legjobban tombolt, nem lehetett kijárási tilalom volt 10 órától, ugye 10 óráig lehetett csak sétálni, és nagyon-nagyon bejött a tarjániaknak ez a séta. Mindenki külön-külön sétálhatott, de azért mégiscsak találkozott az utcán biztonságos körülmények között az ismerősökkel, barátokkal, beszélt az ember egy pár szót, és ment tovább a saját útján. Azonnal kiderült, tehát meg volt hirdetve, hogy melyik nap lehetett jelentkezni, és aznap már ki is derült, ugye a jelentkezési sorrendben osztottuk ki. Egy fix nap van, a 24-e, akkor a katolikus templomnak az ablaka nyílik. A következő napokban is felvillannak a kivilágított ablakok Tarján utcáin, így érdemes nyitott szemmel járni. A Szabadtéri Bányászati Múzeum Alapítvány tagjai körében 2014-ben fogalmazódott meg az ötlet, hogy Szentborbála napján emlékkonferenciát szervezzenek, azzal a célzattal, hogy a bányász hagyományokat ápolják és megőrizzék. Sajnálatos módon, és ez is a célunk, hogy mintha, és ezt el kell mondanom, a tatabánya polgárinak emlékezetében, mintha kopna a bányász múlt. Mire gondolok én? Korábban a jószerencsét köszöntés is általános volt a városban, a diákság soraiban, ez mintha elmaradt volna. A másik fájdalmunk, hogy azok a ikonikus épületek, amelyeket a Magyar Általános Kőszénbányák Társulat építetett, a Népházra gondolok, és a bányatiszti kaszinóra átnevezésre kerültek. Ugye a Népházat ma már Jászai Mari Színháznak emlegetik, a bányatiszti kaszinóban tulipános ház lett, és hadd soroljam azt a sajnálatos dolgot, hogy a rendszerváltás után néhány évvel még tatabánya címeréből is kikerült a bányász jelkép, a kalapács és az ék. Az emlékülésen számos érdekes előadást hallhattak az érdeklődők, például a jó szerencsét köszönés eredetéről is, amely meglehetősen kevéssé ismert még a bányászkörökben is. Mindig azt szokták gondolni róla, és ez a később időben jogos is, hogy a szerencse az, meg a szerencse fel, meg a jó szerencse, hogy kijön az ember a bányába és életben maradt. Csak hát a valóságban nem erről szól a kérdés, hanem ugye ez a szerencse, hát a római elődjére, istennőjére, Fortunára megy vissza, és van jó szerencse, meg van bal szerencse. Tehát a jó szerencsét köszönésnek sokkal mélyebb alapjai vannak, mint azt hát sokan gondolták, de hát azért Pécs Antalnak a mentségére mondjuk azt, hogy ő azért nem bölcsész volt, bár nagyon jó volt bölcsész tekintetben is, mert Selmezmány és a magyar bányászat történetét feldolgozta, és a jó szerencse, bal szerencse, tehát a jó szerencse is helyes kifejezés, de a szerencse felt sem kellene elvetnünk.
A Család Isten tervének égköve címmel nyílt szakrális képkiállítás Magyar Krisztina grafikus és festőművész alkotásaiból advent első vasárnapján. A tárlatot egy különleges helyszínen, a Tarjani Katolikus Plébánián mutatták be. Plébániánkon hagyomány, hogy adventben szakrális képkiállítást rendezünk, és most nyilván a vírus okán, de ennek a kiállításnak a kuriózuma maga a hely, hiszen a templomban rendezhettük meg, és egész más így a képekre tekinteni, mint mondjuk egy közösségi terem falain. Magyar Krisztina grafikus és festőművész hozta el az alkotásait. A kiállítás körülbelül 30 képet mutat be. A festmények nem csak a falakon, hanem a főoltáron és a Mária oltáron is helyet kaptak. Itt tulajdonképpen, amikor a művésznőt felkértem, hogy hozza el a képeit, akkor nem tudta elképzelni, hogy a templomban hogyan mutatnak majd ezek a képek. Nem is volt még rá példa, és amikor elhozta ide, akkor gyakorlatilag minden képnek megtalálta a helyét. Adta magát, hogy a szűzanya kisdeddel a Mária oltáron kapjon helyet, a Szent József háza, a Szent József álma grafikák pedig a Szent József szobor környékén. Vagy van nekünk itt a templomban egy gyermeksarkunk, kis asztallal, kis székekkel. Természetesen ott helyeztük el a Kisded első csodája című mesekönyv illusztrációit is, hiszen Döbrentei Ildikónak a Kisded első csodája című mesekönyvét Magyar Krisztina illusztrálta. Nagyon sok híres szakrális művész alkotása megfordult már itt a plébánián. Azzal a célzattal, és mindig leginkább adventben, hogy egy picit elmélyüljünk, hogy az ünnepet, kis Jézus születésének ünnepét közelebb hozzuk a híveknek a szívéhez. A tárlat egészen január 22-ig megtekinthető a Szentmisék alkalmával. Már az egészen pici babák, de a kis csoportos óvodás korosztály is érdeklődve várta a Bábuci Bábszínház a Mikulás kesztyűje című produkcióját, a színházi nevelést pedig nem lehet elég korán kezdeni. Az biztos, hogy programot kell kínálni, élményt kell adni a kicsiknek, már a legkisebb korban is, és azt gondoltuk, hogy így Mikulás közelettével az IKST-ben működő babaklubba járó piciknek és a családoknak élményt tudjunk adni, hogy mondjuk egy bábjáték formájában, de találkozzanak a Mikulással. És nem hajnalka hozta létre még a babaklubot sok-sok évvel ezelőtt, az ő irányításával, vezetésével, és azóta a településünk legkisebb generációját, a legkisebbjeit mazsolatornával, ringatóval, illetve péntekenként babaklub foglalkozással várjuk, és most pont ugye a pénteken mai babaklub foglalkozásnak egy része lesz majd a Bábuci, Komármi Bábuci Bábszínház előadása. Az előadás legfőképpen az óvodásokat célozza meg, de mivel a színészek szabadon várnak a szöveggel, ezért mindig az adott korosztály igényeire szabható a játék. Ez egy kicsit interaktív zenés darab. Most egymagam vagyok, a társam sajnos külföldön van, de a gyerekek bevonásával nem lesz ez olyan unalmas szerintem ez az előadás. Ismert a mese, egy kicsit én mindig átírom ezeket a meséket, hogy az aktuális nézőközönség érezhesse magát bevonva a mesébe, és hát a mese végén természetesen ajándékot is fognak kapni, csak ezt nem akarom most még hangosan mondani, minden kis gyerek. A kicsik pedig nagyon várják már a Mikulást, többen versikékkel, énekekkel is készültek erre az alkalomra. Százba, egyolba, meneken hatóra, elmezek onnájjáj, feszkezeljáj, százba, egyolba. Természetesen a programok ezzel nem érnek véget, az idei év még bőven tartogat meglepetéseket a naszáiak számára. Hát ugye most a jelen helyzet eléggé bekorlátoz mindannyiunkat. Ez biztos, hogy adventi programok tavalyhoz képest több lesz Naszájon is. Naszály község önkormányzata majd a település 70 éven felülieket fogja egy hagyományos karácsonyi program keretében köszönteni. Pór Péter lesz majd a vendég, és utána vendéglátással folytatódik majd a közös ünnepvárás, és december 18-án pedig adventi koncert lesz, akkor pedig Kocsis Dénes és Nára Jelika érkezik majd 4 órakor, utána pedig 5 órakor a falu karácsonyt szeretnénk már végre együtt eltölteni. Beiglivel, forralborral, teával, közösen.